Felkészülési lecke az Európa 1 kongresszusra 2015. Hello, dear friends. Hello to all our students. Hello, kedves barátaink, hello, tanítványok, boldogok vagyunk, hogy együtt vagyunk veletek, Moshe Masha, és mindig vannak vendégeink, különleges vendégek vannak, akik nagyon izgatott vagyok, hogy bemutathatom őket, Asaf és Gilad, itt vannak. Nagyszerű, hogy itt lehetünk, mondja Asaf. A téma az a felkészülés a közeledő kongresszusra, hatalmas izgatottság, hogy nagyon különleges atmoszféra kezd kialakulni egész Európában. Ezt reméljük érezni fogjuk a leckén is. Lehet, hogy néhány szót kéne mondani Asafról és Giládról. Asaf egy jó példa arra, hogy hogy implementálja valaki a teljes kreativitásával és a teljes lelkesedésével azt, amit a Kabbalában tanultunk. Ő az angol terjesztési területen dolgozik, főleg Amerikával, az Egyesült Államokkal, tehát az angol osztálya van együtt, nyilván ilyen értelemben Európát is támogatják a nyelv miatt. Tehát Asaf sokat segített az Európai Oktatási Központ beindításában, ők különleges barátok. Gilad az azért nagyszerű ember, mert állandóan mosolyog. Tehát ő Gilad, aki most is csak a mosolyát mutatta meg. Mindig a megfelelő pontra tud irányulni ezzel a mosolyjal. Mosolyad, Móni. Meg kell, hogy értsük, hogy minden barát, akit ide rakunk, bármelyik barátot, jöjjön az Európából, bárhonnan, az mindenki nagyszerű. Egyszerűen rendkívül izgalmas a barátok nagyszerűségéről beszélni, de szinte már unalmas. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik legjobb tanár, akit itt ismerek, Asaf, mi sokat beszéltünk ezen a szemeszteren. Mindig megnéztük a klippeket, meg a videókat, amiket Asaf vett föl, mint tanár. Ugye ő nagyon sok leckét adott már Izraelben, héberül, és angolul is, tehát nyilván az angol tanítóközpontban és tanulóközpontban is nagyon sokat tanít, és a legfontosabb dolog, hatalmas lángoló szíve van ráadásul, tehát nagyon jól ismerik a terjesztési problémákat, a kabbala terjesztéseket, de főleg az amerikai csoportnak, amerikai részre terjesztenek, és boldog vagyok, hogy itt van. És remélhetőleg a képernyőn mi láthatjuk a különleges vendégeinket is, Filipet Szerbiából, és Danielt Romániából, és Glebet Szentpétervárról, és Gleb ráadásul oroszra fordít bennünket, nagyon izgalmas, hogy mellette fog velünk beszélni, és ne hallani fogjuk őt is. Tehát mindenkit bátorítok, hogy küldjétek a kérdéseket, a kommenteket, és mindent, ami eszetekbe jut, küldjétek másának, ahogy általában ő várja ezeket, izgatottan olvassa a kérdéseket, a hozzászólásokat, és a mai témánk a felkészülés. De nem csak a felkészülés, hanem a fontosság, és nem csak ennek a kongresszusnak a fontossága, hanem a téma fontossága. Tehát ez olyan, mint egy létezés, egy létező, hogy valami segít nekünk elérni a spiritualitást, és akkor kezdjük egy szándék olvasásával, aztán majd belépünk a dolog lényegébe. Tehát Rabba Stociás írásával olvasunk a Gyülekezet rendje című cikket. Az egész alapja annak, ahol mi meg tudjuk kapni a fényt és az örömöt, és ahol engedélyt a számunkra örömet kapni, sőt, elsődlegesen ez az egyetlen, hogy örömmel kell és aktív adakozással belépni. Ez az egyetlen pont, amin dolgoznunk kell a spiritualitás elfogadásán, és ez fejeződik ki abban a figyelemben, amikor egymás felé fordulunk,
aki felé beszélünk, akinek a parancsolatait meg kell tartanunk, akinek a törvényeit meg kell tanulnunk, azaz, hogy keressük a tanácsokat, hogy hogyan tudunk örömet okozni a Tóra átadójának. És mielőtt valaki ezt elérné felülről, az embernek állandóan ezt kell kutatnia és keresnie, és a fontosságát kell felemelni bármilyen tartalomnak, ami a Teremtőtől érkezik, bármilyen módon is jut az el hozzánk. És minél több ember támogatja ezt, annál jobban tudunk támogatást kapni egymástól és a barátoktól, Girád és Azaf. Akkor hozzátok fordulunk, a téma fontosságról szól ma. Tehát néhány hónap óta ezt jobban érezzük, mint valaha. A New Jersey kongresszus Amerikában nagyon fontos volt. Ezt megelőzően volt a mexikói kongresszus Guadalajarában. Meg tudnátok osztani velünk is a barátokkal annak a kifejeződését, hogy hogyan tudtok fontosságot adni ennek a manifestációnak, a felkészülésnek, hogy az új barátok és a veterán barátok is érezzék ezt, hogyan lehet ezen dolgozni. Gilad. Lassan kell beszélnünk, mert 20-valány nyelvre fordítanak bennünket. De mindig lassan beszélek, mondja a srác. De reggelt fordítom őt, tehát abszolút nem beszél lassan, de nincs jelentőség. Oké, tehát akkor a veterán barátokról beszélünk egy pár szót, mondja Gilad. Aztán Asaf sok barátot ismer, majd folytatja. Tehát itt van egy... Tehát mi, akik kabalát tanulunk, mindig a példákon keresztül tanulunk, és tudjuk, mi a emberi test. A emberi test harmonikusan dolgozik, különböző szervek együttműködnek, különböző szabályok, különböző szerepeket töltenek be, együtt egyetlen célra irányulnak, hogy egészségesen és életben tartsák a testet. És ez egészen elképesztő inspirációt ad, ha megnézitek, hogy működik, és Guadalajarában és New Jerseyben, ahol ami egy kongresszus volt gyakorlatilag, különböző szerepek voltak, különböző testrészek ebben a nagy testben, amit a kongresszusnak nevezünk, tartalmi feladatok, adminisztrációs feladatok, minden kicsinyi részlet, amire nem is gondolnátok, valaki azt betöltötte ezt a szerepet, és összességében perfekt módon működött minden, tökéletesen. És a múltban voltak problémák, nem csak Amerikában, de egész világban. Nehéz volt gyakran ilyen dolgokat fenntartani. Az utolsó kongresszuson azonban rendkívül izgalmas volt, ahol láthattuk, hogy az egész világcsoport egy irányba fordult, és minden egyes cselekedet tökéletesen ki volt szinkronizálva, mint egy egészséges emberi test. És hogy része lehettünk ennek, ez egy elképesztő érzés volt, mert a legkisebb dolgot is, amit megcsináltunk, mégis miért csináltuk? Azért, hogy érezzük az egész edénynek a működését, a teljes testnek a működését, és akkor, ha megnézzük a regisztrációtól kezdve bár, meddig, lényegtelen mi történt, amíg tettünk, mint egy zenekar volt kihangolva minden egyes hangjegy, minden a része volt ennek a hatalmas kollektív erőfeszítésnek, és minden erőfeszítés újabb és újabb erőfeszítéset követett, és valóban ez az, hogy le lehet ezt írni szavakkal, tehát nem is tudjuk elmondani, hogy mi történt. Azaf, folytasd. Igen, tehát mindenek előtt én izgatott vagyok, mert minden mozgásban van. Egyszerűen nehéz felfogni is, ami történik. Tehát mi a spiritualitás elfogadásáról beszélünk, a fontosságról. Ez egy kulcsfontosságú spiritualitás erés ez, a fontosság fenntartása, és ti, akik tapasztaltak vagytok, ahogy eljöttek a kongresszusra, és Mose adott egy csomó tanácsot nekünk az adás előtt, Mose azt mondta, hogy közvetlenül beszéljünk, ne burkoljuk kesztyűbe, tehát a kongresszuson az valami olyan történik, ami túl van ezen a világ mindenségen. Elmondom, hogy miért, mondja az a... Mert minden, amit mi a kabalában építünk, mi olyan emberek vagyunk, mi nem okoskodók vagyunk, nem filozófusok vagyunk, nem tanulások érdekében tanulunk, azért tanulunk, hogy érezzük a saját anyagunkban, amiről a kabalisták beszélnek, annak érdekében tanulunk, hogy a szívünkben érezzük mindezt. És akkor új barátok lépnek a rendszerbe, és megtapasztalják ezeket a dolgokat,
akkor ők elkezdik érezni ezt az új fajta valóságot, amely meg lett teremtve egy kongresszuson, egy valóságot, amelyet valójában túlemelünk önmagunkon, túl a testünkön, szó szerint. Elkezdik érezni ezt a fajta kölcsönös érzést, a kölcsönös garanciát, a kölcsönös támogatást, és az emberek, akik körülötted vannak, érzik azt, hogy senki nem akar semmi mást, mint a szívvel lévő pontot érezni, és kitölteni a spiritualitást. És hogyha e fölé tudunk emelkedni, akkor ez ad nekünk egy újfajta erőt, ami túl van a saját erőnkön, a saját erőfeszítéseken, egyszerűen megtörténik, és amit kell éreznünk, hogy ez megtörténjen, az a helyes felkészülés, semmi más. Tehát kell egy vágy hozzá, és megtapasztalni a vágy után azt, ami történik a vágyban. Ez történt New Jersey-ben, ezért volt óriási siker, egy földrengés, az egész világcsoport érezte ezt, mindannyian össze voltunk kapcsolódva világ minden tájáról, tükörkongresszusok voltak, mindenki nézte, a kongresszus követte, velünk voltak, mindenki érezte, hogy egyfajta energia árad ki, egy erő, egy földrengés, amely körülzengi az egész világot, és új emberek jöttek, új barátok. Mi gyakran mondjuk, hogy tanítványok, de valójában ezek nem is tanítványok, hiszen a barátság a kabalában az azt jelenti, ugyanaz a cél érdekében tevékenykedünk. Tehát új barátok jöttek, akik egyszerűen beugrottak ebbe, hozzáadódtak, és olyan fajta erővel, izgatottsággal, és olyan fajta emelkedés hoztak a rendszerbe, hogy egyszerűen mindent elérhettünk, bármennyi lépést tehetünk fölfelé. És ez az, amiről azt mondom, hogy megtörtént Európában, egészen biztos vagyok, ez rendkívül izgalmas, és senki nincs a világban, aki ha teheti, elveszítse ezt a lehetőséget. Akkor tegyük meg, mondja Asza. Tegyük meg, mondja Mose, és valóban annak érdekében, hogy ezt az emelkedéseket érezzük, ezeket az érzéseket, a fontosságot a spiritualitásban, mivel az egyetlen dolog, ami az utunkban áll, vagy nem áll a spiritualitásban, honnan tudhatjuk, hogyan mozdulhatunk el, ez egy eszköz, ez egy mód, ahogy felfoghatjuk mindent a világban. Mi el vagyunk választva egymástól, de el kell kezdenünk érezni a spiritualitást, és minden, amiről tanulunk, minden rabasírásról, bálászulámról, amiről tanulunk, ennek egy vízhangja kell, hogy megjelenjen bennünk, tehát mindez a kongresszuson fog megtörténni. Tehát nekünk egy dolgot kell megtennünk, és ez pedig a felkészülés, és itt a weboldal, nézzük meg. Itt a weboldal. Ahogy látjátok, ez a mi weboldalunk. És a legfontosabb dolog, amit láttok itt, az a kék pötty, a regisztráció. Nem ér, az oldalt mutassátok, legyetek szívesek. A website-ot mutassátok. Itt van. Tehát ezt látjátok, azt a kék pontot, a regisztrációt. Ez csak a kezdete a fontosságnak. Ez az, amivel minden kezdődik, és amikor megnyomjátok, akkor menjetek tovább a hotelekhez. Let's just concentrate in this screen, okay? Let's just be there. Let's not shift away from this. Tehát az a fontos, nem szabad ezt átugrani. Valami rövidet szeretnék mondani a gombról. Ha ezt a gombot nézitek, ez egy varázslatos gomb. Én komolyan mondom. Elmondom, hogy miért. Figyeljetek. Én ebben a dologban vagyok már, vagy 12 éve, tanulom a kabalát, tanítom, és megtapasztalom a barátokkal együtt, amit lehet. Amikor te ezt a fajta műveletet végrehajtod, tehát ha csak egy icipici ostoba cselekedet, akkor átállítja az agyadat. Ez egy tény, ez egy tagadatlan tény. Amikor elkezded érezni, hogy már mész, akkor elkezdesz felkészülni azonnal. És érzed, hogy a teremtő elkezd vonzani. Érzed, hogy nagyon fontos minden. Ez az,
ami egyfajta új edényterem, ami közelebb visz téged a más edényekhez, ahol valójában elkezdheted érezni a spirituális valóságot. Tehát csak egy kicsi lépés kell tenned az értelmedet megváltoztatni, hogy elkezd felkészülni. Ez az, amit mi tanulunk a szabad választásról. Hogyan választunk egy környezetet? Hogyan választunk környezetet? Mi az a környezet? A környezet az, ez egy új beállítás az értelemben. Mit, akkor még egyszer az oldalt. Itt az oldalt kérem, itt van. Tehát látjuk, hogy vannak felkészülések. Tehát a második dolog a regisztráció után az, hogy készüljünk fel. Tehát klikkeljünk a felkészülésre, és itt egy csomó dolgot találunk, mindenféle nyelven, felkészülési videókat. Liechtenstein, milyen nyelven beszélek? Liechtensteinben? Liechtensteiniül mondják a srácok? Nyilván nem, tehát németül beszélnek valószínűleg, igen. De voltam már Liechtensteinben? Nem voltam, mondja másod, de gondolom németül. Oké, barátaim. Tehát mi is történik itt? Menjünk följebb. Tehát van egy klip Rav Lightmannal, aki elmondja nekünk a kongresszusról, hogy mit várunk el, mit akarunk elérni együtt ezen a kongresszuson, majd pedig mindenféle cikkek vannak, amit el kell olvasnunk, az előző leckék vannak, az előző kongresszusokról, Guadalajarából, New Jerseyből, hogy valóban integrálódjunk ebbe a fi érzésbe a kongresszusban, ami történik, tehát semmi más nem történik. Tehát semmi láthatatlan nincs, mindent láthatunk a kongresszusról, mi fog történni. Majd ha lejjebb mentek, akkor az első 15 cikke van Rabasnak, amely valóban ad nekünk egy komoly benyomást, és ez megadja azt is, hogy hogyan kell a kongresszuson bánnunk egymással, majd pedig látjuk, hogy hogyan lehet a tízes körben dolgozni, és ha még lejjebb megyünk, akkor mindenféle videókat látunk, én nem tudom, 20-25 klip is van, melyek valóban egy csomó témával foglalkoznak, ami lehetséges a kongresszuson. Az eseményekről mi a lecka, mi a felkészülés, amit jelent a barátok találkozója, a workshop, és a kaja, és minden, amiről tudni akarunk, bármit, miért és hogyan kell összekapcsolnunk a spiritualitásban, és az összes lehetséges érzés, ami megéri nagy benneteket a kongresszus alatt. Tehát, hogy van, akinek van félelme, szégyenkezik, mindezek a dolgokról, megpróbálunk a klipekben beszélni, menjetek oda, olvassátok el, mélyüljetek el. Ez a ti környezetetek. Tehát nyomjátok meg ezt a varázslatos gombot. A második dolog pedig, és hogyha ezeken végigmentetek, ez elegendő. Rav Reutemann beszélt erről, hogyha új, még ha valaki új is ebben a dologban, néhány nappal ezelőtt csatlakozott, hogy mit történik, amikor... Tehát nyilvánvalóan van, aki már 2 éve tanult, az anyja eljött a kongresszusra, nem tudott semmit a kabaláról. Egyszerűen csak elhívta az anyját, és az eljött, és néhány óra múlva azt mondta a mama, megtaláltam a helyem. És egy napra hívott el engem, és aztán pedig beregisztrálták a kongresszusra, leültetett a workshopra, a leckékre, kérdéseket lehetett kérdezni, és akkor elkezdett a terjesztésben dolgozni, és utána beszéltem vele, és a hölgy azt mondta, megváltozott az élete, komolyan. Tehát 50-60 év körüli volt a hölgy, és ő azt mondta, hogy ez a 3 nap teljes egészen megváltoztatta az életét. Olyan, mint egy magasabb szintre jutott volna az életének a lényege.
mindent ugyanúgy csinált, mint eddig, de van egy mélyebb jelentősége az életének. Egyszerűen újra megfiatalodott, értelmet kapott egy csomó dolog az életében, mindenben megtalálta az izgatottságot, a felemelkedést, új emberek, új dolgok kezdték el körülvenni, és elkezdte érezni önmagában olyan dolgokat, amiket nem tapasztalt meg soha. És leírhatatlan dolgok érték őt el. Előtte nem tudott semmit a kabaláról, eljött a kongresszusra, és egyszerűen az kisöpört a régi dolgait, és egy új környezetet épített köré egyetlen perc alatt. Na akkor nézzük a barátainkat, az európai barátok velünk vannak. Itt vannak, tehát... Filipet és Glebet kérdezik, a román ezek szerint nincs itt. A felkészülésről, amit a csapat csinál a kongresszusra. Én tudom, hogy Szerbia, Montenegróban egy busz indul Zágrábból, akkor együtt utaztok. Át egész Jasig mentek busszal. A Szentpétervári csoport, pedig egy óriási felkészülés van, Gleb az egy példa arra a barátra, aki szívvel és lélekkel a barátokat támogatja. Tehát barátaim, halljunk benneteket a felkészülésre, amit ezek a csoportok végeztek, és hogy kapcsoltok a kongresszushoz. Na, akkor én kezdem, mondjuk le. Mi nagyon komolyan vettük ezt a kongresszust. Négy darab tízes kör van Szentpétervárban, és mindegyik tízes kör egy európai csoportot támogat. A saját tízes köröm a finneket támogatja. Nagyon sok meetingünk volt együtt. A másik az a frankfurti kölni düsseldorfi csoportot támogatja. Valóban nagyon izgatottak vagyunk, nyomott, akik oroszok vannak, azokat keresték elsősorban. Tehát ezeket a csoportokat, egyiket a másikat után támogatjuk, ezen túlmenően pedig. Ugye itt orosz tanulókról van szó, orosz tízes körökről. Nyilván nagyon sokan nem tudnak elmenni Romániába, tehát egy tükör kongresszus lesz itt Szentpétervárban. Összegyűjtjük az embereket, hogy a kongresszusi hullámot felemeljük, és valóban a régióból összeszedjük az embereket, hogy mindenki ugyanabban a felemelt szellemiségben legyen, mint a kongresszus az emberek. Tehát nyilván a mi régiónkban ugyanúgy összegyűlnek, mint az európaiak Romániában, tehát 100%-osan átadjuk magunkat. És akkor jön a szerb srác, ha minden igaz. Nem halljuk, most biztos beszólnak neki, hogy akkor ő. Can we hear Filip? Ugye, Filip, mondják neki, Belgrádban. Yeah, my English is not so good. Az angolom nem túl jó, mondja a srác. De megpróbálom elmondani. Beszélhetnék én szerbül, de nem fogja tudni lefolytani senki. De csak a szerbek fogják érteni, mondja. Neki most se. Nem értjük. De mindegy, mert szerbül beszél, tehát ezt nem tudom lefolytani. Tehát szerbül beszél, szegény, és ezt nem fogjuk érteni. Tehát ezt még Gleb se értette. Ha te szerbül beszélsz, mondja, akkor csak a szerbek fogják megérteni. Tehát arra van szükségünk, hogy angolul mondj valamit, tehát érezzük a szívedet, de jó lenne egy kicsit mondaná valamit nekünk angolul. Mondja neki most se. Hát igen, a szerb tudásunk az gyenge.
Nagyon érdekes egyébként, mert szerintem a gleb érti őt egyébként. Gyanítom, az orosz közelebb áll a szerbhez, mint mondjuk a mi nyelvünk. De valami nem halljuk, hogy mondaná bármit. Na mindegy. Mi még mindig a buszokkal és az autókkal vagyunk elfoglalva, és 35 ember akar eddig utazni Romániából, Szerbiából és Horvátországból. De én azt gondolom, hogy többen leszünk, és együtt ez egész szerb kli el fog oda menni. Tehát mindenek előtt szeretném köszönni Glebnek és Filipnek, hogy beszéltetek arra, mi történik, hogy valóban ti is a hullámot megéritek, ami körülfut a bolygón. Valóban ez egy fontos dolog. Az új tanulóknak a megérkezése nagyon izgalmas. Jasiba, ahogy beszélt erről Gilad és Asaf. Tehát itt egyfajta varázslatnak kell történnie. Tehát már 10-15 éve dolgozunk valamiért, nagyon keményen, hogy érezzünk valamit a spiritásban, hirtelen megjön egy új, csatlakozik, és egyszer csak szinte azonnal begyűjti azt, amit a kabbalistától kaphat. Tehát szeretnénk titeket is meghívni, hogy kérdezzetek, tegyétek fel a kérdéseiteket, hogyha jöttök, akkor mivel jöttök, hogy jöttök a kongresszusra, van-e bármilyen problémátok. De persze nem egy kérdés, hogy jöttök vagy nem jöttök, mindenki jön. De ha van kérdésetek, akkor tegyétek fel, és amiről beszélni akarunk itt a barátokkal, a 10-es körök, nyilvánvalóan itt a weboldalon sok információ van itt fenn, tehát beszéljünk Rabas cikkeiről egy kicsit. A kérdés pedig az, hogy ugye mi tanuljuk a ptihát, mi tanultuk a spiritás világokról, aztán csak hirtelen 10 emberről tanulunk, tehát hogy fogadjuk ezt el? Tehát hogy kerül ez elő? Mi a kapcsolat a kabala bölcsesség és a 10-es körben való ücsörgés között? Tehát barátaim, tehát sokat tanultak a részletekről, már a barátok, vagyis mi, de nincsen tapasztalatunk, túl sok tapasztalatunk. Az első tapasztalat a kongresszuson lesz, mondja Mose. Wow, erre mondja Gilad. A 10-es kör, az egy spirituális struktúra, ennyi. Ez egy spirituális struktúrája a tényleges valóságnak, hiszen 10 szférával írunk le mindent, tehát amikor a 10-es körről beszélünk, akkor kezdődik a valódi megtapasztalása és az érzésnek. Nem a tanulás, nem a nevek, nem, ezt most hagyjuk, tegyük félre. Eljöttök a kongresszusra, láttok másik 9 embert magatok körül, és akkor önmagatokban kiépítetek egy spirituális struktúrát, elkezdtek majd érezni, érzékelni ezt a spirituális struktúrát. A 10-es kör az több ezer év óta létezik a kabalában, minnyának nevezték, ez 10 ember, amikor összegyűlik, és ahogy mondva volt, az ima akkor van elfogadva, hogyha minnyáron a 10-es körön keresztül lett felemelve, tehát talán fölmerülhet egy kérdés, a teremtőhöz való felsírás, hogy miért kéne a teremtőnek válaszolni erre, miért kéne választ kapnunk. Azért, mert a 10-es körben emeltük föl. Tehát én most így vagyok azokra, akik először jönnek erre, és itt meg, és először fogjátok megtapasztalni ennek a hatalmas örömét. Ez egy új ízt fog adni, és ezen keresztül fogjátok megízleni, mi a kabala, még ezt nem tapasztaltátok meg soha. Éreztetek, hogy valójában mi a kabala bölcsesség? Ez a 10-es kör. Asaf. Szenzációs ember egyébként. Én csak szeretnék egy dolgot kifejteni, az érzésnek az oldalát. Van egy dolog, hogy megtanuljátok a tudnivalókat a leckéken, de a legfontosabb dolog, és az az alapja mindennek,
De utána jön egy teljesen különböző dolog megtapasztalni az anyagotokban azt, hogy hogy jelenik meg az, amiről tanultunk a másik 9 emberrel való kapcsolatban, hogy fog ugyanaz a dolog dolgozni rajtatok keresztül, mint amit tanultatok. Tehát van a szívben lévő pont, amely kicsiny, egyetlen kicsiny törekvése van a spiritualitásnak. Csak akarni tudok el a spiritualitást, és valaki elkezdi más 10-es körökkel dolgozni, együtt a más 10-es körökben lévő emberekkel, akkor elkezditek, elkezd rezonálni ez bennetek, egy újfajta rezonanciát érzékeltek a szívből pontban, és elkezdtek dolgozni, és hirtelen elkezdtek látni és érezni, hogy az anyag, amiről tanultatok a leckén, az mindazokról a kapcsolatokról szól, amit elkezdtek megteremteni, megformálni a szívvel lévő pontokkal együtt. Ez az a hely, ahol felfedezitek, hogy mit jelent a fényhez való hasonlóság, mit jelent ez a minőség, hogy kiléptek önmagatokból, hogy mit jelent fölemelkedni ennek a behatároltságnak, behatároltság, hogy hogy tudtok kilépni ebben a világban ebbe, csak ez egy hely, ahol ez meg tud történni. Tehát ez a 10-es kör, ahol oda kell jutnotok, 10 ember dolgozik együtt, kiépít egy egységet, a 10-ből egyet, egy edényt, amelyet kitöltünk spiritualitással. És ha megtapasztaljátok ezt először a kongresszuson, akkor nagyon szerencsések vagytok, ahogy Gilad azt elmondta. Ez a lehető legjobb lehetőség, amit egy tanítvány el tud érni. A kongresszuson több ezer másik emberrel ugyanazt a dolgot végrehajtva, támogatva, egy óriási külső környezettel támogatva, amit Rav Lightmantól származik. Tehát egyszerűen kivezet benneteket ebből a világból, és bevezet benneteket egy új megértésbe, a kabala új megértésébe. Tehát egyszerűen egy más szintre emelkedtek, ez leíratatlan szavakkal, tehát meg kell tapasztalni. Tehát, igen, de szeret embereket átölelgetni, jó lehet. De a többieket meg nem ölelgetném meg annyira, mert azok annyira nem szeretnék összeolvadni velük. Azonban a 10-es körben nektek barátságosak meg kell ezt élni. Gyertek el, és legyetek önmagatok, ez a lényeg. Semmi más nem kell csinálni, tehát ez a legbiztonságosabb környezet arra, hogy érezzétek azt, amiről Aszaf beszélt. Mindenki köszönt nekünk, különböző nyelveken. És a legtöbben tudjátok, hogy mit jelent. Tehát csak a felkészülésről van csomó kérdésünk, a 10-es körökről, hogy mi fog történni, és hogyan a kongresszuson. Most lehet ezeket a kérdéseket föltenni. És Toulouse-ból van egy kérdésünk, Franciaországból azt kérdezi, mi egy kongresszus, egy fizikai cucc, dolog? Ez egy fizikai kapcsolat, ezért gyakorlatilag a barátok közötti fizikai kapcsolat, tehát miről szól egy kongresszus? De jó kérdés, nem, Gilad? Én válaszoljak, persze. Tehát én nem vagyok fizikus, de ugye az emberek fizikailag összekapcsolnak, az ember egy biológiai élő lény, ez igaz. De nagyon erőteljesen lehet érezni a spiritualitást. Hát összekapcsolódunk a barátokkal, hosszú ideje nem történt ilyen. És... Hát olyan, mintha egy régen nem látott családodat, tagodat vagy családodat találnád meg, úgy fogod megélni a barátokat, akikkel ott találkozol, és a... És... Ugye már beszéltünk Zoom-on, meg virtuális találkozókon az embereket, lényegtelen. Amikor valójában oda juttok, és látjátok őket, és átolajétek őket, akkor egy semmivel össze nem hasonlító érzés van, amit nem lehet leírni. Ez valóban nincs semmivel összehasonlítható ereje ennek.
Ez egy nagyon jó kérdés, ez egy helyes kérdés, és valakitől, mivel a spirituális kapcsolatról van szó, ami túl van a mindenen, a fizikai teljen mindenen keresztül, tehát nekünk itt kell felépítenünk egy kapcsolatot, és éreznünk kell, hogy az ok ebben a világban, miután ez egy limitált valóságérzékelésünk van, amiből ki kell lépnünk, de ebből nem tudunk kilépni, hiszen nehéz ez, nekünk használni is kell, mégpedig az új érzékeket, tehát úgy, hogy felemeljük magunkat a fizikai korlátok fölé, a fizikai illúzió fölé, és van egy szabály a spiritualitásban, hogy minden spirituális gyökérnek meg kell érinteni a saját spirituális ágazatát, az egész valóság így lett megkonstruálva, tehát mi egy nagyon alacsony valóságban találjuk magunkat, és ebből a helyből, ebből a nehézségekből jutunk el oda, hogy visszamászunk a spirituális valóságba, az igazi fizikai valóságba, és egy hasonló módon történik ez, tehát amikor kiépítjük a spirituális kapcsolatot, akkor kell más szívelő pontokkal találkoznunk, úgy, hogy a törött érzékelés felett, ahogy ez áll, és ezért összejövünk a testek egy fizikai helyen, majd fölemelkedünk a fizikai helynek, túl az arcokon, túl a testeken. Elkezdjük érezni azt a szakadékot, ami elválaszt bennünket, hogy hogyan tudunk a fizikai jelentéstől a spirituális jelentés felé elmozdulni, és el kell kezdenünk ezt az alappontot kiépíteni. A kongresszus a számunkra, a szimulai pontok számára egy tökéletes beállítás és spirituális emelkedése. Tehát egyszerűen azt érezzük, hogy el kell felejtenünk a világokat, a világot három napra, és belépettünk úgy a világba, hogy még ha kívül is vagyunk mindenen, mégis az összes elem, amire szükségünk van, az a támogató környezetben benne van, és az mind a mi világunkban valaki emelkedés segíti. Tehát minden ezért ennyire fontos. Rav Lajtman ugye sokszor elmondta, Rav Lajtman beutazta a világot pontosan azért, hogy találkozzon minden lehetséges módon a tanítványokkal, szemtől szembe, személyesen megtapasztalsák a kabalát, és ezt érezni kell. Nincs más mód, csak úgy, hogy találkoztok, használni kell ezt az egészet, és föl kell emelkedni mindennek. Egy dolgot szeretnék te mondani, mondja Mása. Tehát ugye mi együtt tanultuk, mentünk végig ezeken a szemesztereken, és meg kell értem, hogy van-e edényem valamire. És igaz, hogy nagyon nehéz spirituálisan részt venni ebben, tehát mi nem tudunk összekapcsolódni, tehát nem tudunk mindezek a dolgokat megtenni, de ha az első kongresszusra eljövünk, akkor nagyon fontos, hogy megtapasztaljunk ilyesmiket. És amikor az első kongresszuson voltam, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy lehet, hogy egy másik kongresszus a következő, ami majd virtuálisan tudunk összejönni, vagy tükörkongresszuson tudunk összejönni, de az első tapasztalat, az első megtapasztalás az nem a fizikai kapcsolatról szól, vagy a kapcsolat kiterjesztéséről. Én nem gondolnám, hogy valóban el tudná bárki magyarázni azt, ami történik, és hogy miért annyira más, meg fontos. Tehát ezt senki nincs a világon, aki el tudná magyarázni. Tehát ez olyan, amikor először szerelmesek vagyunk, hogy az életünkben először érjenek meg dolgok. Lehetetlen elmagyarázni. Utána már van egy új edényünk erre, és aztán már jobban értjük, hogy mi történik. Tehát aztán ez belénk nyomodik. Akkor valami más jön, de az első tapasztalat az nagyon fontos. Tapasztaljátok meg ezt fizikailag. Én nem leszem az első kongresszusomra. Én Olaszországban voltam, de 3 éve, és másfél éve tanultam kabalát, és aztán leástam az archívumba, és megnéztem mindent, amit lehetett, ismeritek ezt, ugye?
A beszélgetés, hogy is megnéztem Ravval a kongresszusokban, a csoportok között. És minél többet figyeltem, annál jobban éreztem, hogy része vagyok a csoportoknak, része vagyok a családnak, és aztán az interneten keresztül letöltöttem videókat, és láttam a barátokat, láttam az arcokat, az érzéseket, és minél többet láttam, minél jobban éreztem a kapcsolatot. Nem is éreztem, hogy mi történik, de emlékszem az első kapcsolatra, miután eljöttem Izraelbe, és valóban az életem központja a Kabbala, megéreztem. És ugye együtt voltunk Eli-jel ezen a kongresszuson, ugye akkor a kezdőcsoportban voltunk, és én emlékszem, hogy mindenhonnan jöttek barátok a világ minden tájáról, és mindenki elképesztően önátadó volt. Én azt tudom, hogy mi történik. Egyszerűen meg kell mondanom, hogy ott ültünk, és figyeltük a leckét, és minden, ami történt, az egyszerűen olyan volt, mintha, ez volt az én tapasztalatom legalábbis, mint egy kicsi gyermek az anyja kezében, úgy voltam a kongresszuson, és nem értettem semmit, hogy mi történik, miért történik. Tehát fogalmam sem volt, hogy mi történik, ez az egység, ez a fajta erős megtapasztalás, és egyszerűen éreztem, hogy ez a legjobb dolog, ami történt velem, amit egész életemben kerestem. És egy nappal később, amikor Rav Lajban a reggelen a leckén voltam, minden megváltozott, minden megváltozott. Én emlékszem, hogy attól a pillanatok kezdve átítatott engem, mintha belém ültettek volna, ami új lett volna a szívemben. És emlékszem, hogy elolvastam ugyanazt a cikket, amit Olaszországban a képernyőn keresztül tanulmányoztam, és hirtelen annyira másképp éreztem, amiről beszél. Tehát én nem is tudom, hogy írjam le. Minden, amit itt most mondok, ez az érzésekben jelent meg, igen. A barátok meg minden. Én emlékszem, csodálatos tapasz volt a Kabbala tanulásáról. Előtte olyan volt a tízféle tanulmány, mint a Kabbalát tanultam volna. Első alkalommal azt éreztem, úristen, ez olyan koncepcióról beszél, amit nem értettem. Aztán hirtelen utána már elkezdtem érteni. És ez az érzés nyilvánvalóan aztán rájöttem, hogy a barátokkal való kapcsolattól függ, hogy mennyire fogom megérteni. Tehát amit mondani akarok, hogy eljövök a kongresszusra, felkészülésben, amiről beszéltünk, és kapok valamit, ahogy Masha elmondta, a barátoktól. Ez az élet, ez bennem marad, soha nem fog elveszni, és akkor ettől a pillanattól kezdve csak növekedni fog, amit befektetek a barátokba, tehát egy új edény teremtődik bennem, az új kongresszus az új leckére, valami rendkívül izgalmas dolgok meg, és akkor úgy jutok el a kongresszusra, nyilván meg kell nyomni ezt a gombot, hogy regisztráltok, és az a kezdete annak a lehetőségnek, hogy valóban megkapjátok ezt az ajándékot a teremtőtől. Mi mást még? Nem tudok sokkal több mindent hozzátenni. Tehát amikor most sem beszéltem, végig azon gondolkodtam, hogy most nem, mintha énekelne. Valóban ez a kongresszuson együtt voltunk, és emlékszem. Na majd akkor elvárjuk a kongresszuson, hogy énekeljél. Ne intéz hozzám kihívásra, megfelek neki. Most sem majd énekelni fog a kongresszuson. Oké. Ha eljöttök, mondja Mose, én éneklek valamit, biztos, hogy lehetek benne. Csak adj egy kis ízt most. Tehát egy kicsi, adj egy kis ízelítőt, mondják még. Oké, tehát nyilván a Kabbala életünk tele lesz mindenféle meglepetésekkel, hogy érezzük a barátokat, amit valóban szeretnék hozzátenni és elmondani, hogy én nem gondolom, hogy Mose bármit elveszett volna Olaszországban, amiről beszéltünk. Ez
voltam én Olaszországban, ugye jó helyen élt, Olaszországban, Pastorelliben, jó volt a kaja. Majd a következő szemesztert ott nyomjuk, mondja Mose. Tehát én emlékszem, amikor először leültünk, akkor még nem voltak ilyen jellegű tízes körök, nem tudtunk semmit arabos cikkekről, de emlékszem, hogy először leültünk egy csoportban, és valóban megtaláltuk a saját helyünket ebben az elrendezésben, a saját pontunkat, amihez kapcsolni tudtunk. És arra is emlékszem, hogy amikor eljutottuk a kongresszusra, Mose olyan fajta lelkesedéssel volt minden egyes baráttal, annyira érezte a barátokkal való egységet, hogy ugyanazt éreztük, amit most New Jersey-ben az új barátok, és láthattuk, hogy New Jersey-ben az összes tízes kör, akik először érték el ezt a fajta egységet, amiről Rav is aztán beszélt a kongresszus végén. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legjobb felkészülés, hogyha elkapjuk valakit, akivel össze tudunk kapcsolódni, és mikor eldöntek, hogy jöttök, akkor és egyszerűen ez a hatalmas hullámhoz kapcsoltok, amivel felkészülés hullámja, mert ide-oda szágod a világban. Egy dolgot szeretnék még mondani, hogy aztán a következésre menjünk. Én emlékszem arra, amiről te beszélsz, tehát a legintenzívebb érzés a számomra az a kitől érzés volt, tehát hogy az egész életemben kerestem valamit, és én nagyon sokszor éreztem azt, hogy kívül vagyok a szociális kapcsolódási szintektől, amit az emberek megélnek, tehát és azt is éreztem, hogy ürességet éreztem egy csomó dologban, nem éreztem semmit, fogalmam sem volt, hogy jutottok el egy helyre, és hát csak megérkeztem oda, ahol mindenki olyan volt, mint én. Ez egy elképesztő érzés volt, és Romániából van egy kérdés. Ha aki nem hisz egyáltalán, akkor mit tudtok mondani? Mindenek előtt, mondja, minden kongresszuson where we stone all of the non-believers and it's wonderful, it's amazing, it's the best part of the... Okay, joking. Tehát beültetünk egy kicsi, nem tudom miben, az összes hívőt, de nincs ilyen, mondja, viccelek, mondja most. Tehát én azt gondolom, hogy a kabala bölcsessége az egyáltalán nem a hitrendszerekről szól, nem a behúnyt szemű hitről, vakhitről. Nyilvánvalóan a kabalában minden arról szól, hogy tudok mondani, hogy a bíró csak a saját szemének hitje. Tehát csak a saját szemének hihet, nem tud más alapján ítélni. Tehát ezért csinálunk felkészüléseket, és én oda akarok menni, és a saját kapnakarásom akarom megtapasztalni azt, amiről tanulok. Tehát mi sokat beszéltünk erről már, tehát van hitünk, amelyik az értelem alatt van, van az értelemben a hit, és az értelem feletti hit. A kabala az az értelem feletti hitről beszél, amely saját kapnakarásom felett van, mert az értelmem szolgálja a kapnakarásomnak. Hát nyilvánvalóan mi az, amit a saját edényben érzékelhetek? Nyilván a barátok majd folytatják, de körülbelül ez a lényeg. Tehát valamilyen módon nekem el kell érnem az értelem feletti hitet, és használnom kell a bölcseknek a hit, a bölcsebe vetett hitet. Tehát én most még egy képlet úgy fogom föl, amiről írnak, amit a kabisták mondtak. Ez a kabisták tanácsa, így is fogom föl. Készülj fel a kongresszusra, hogy menjek el, dolgozzak a kapnakarásommal, készüljek fel a barátokkal való kapcsolatra, és egy csomó dologról írnak, tegyem meg, amit meg kell tennem annak érdekében,
hogy mint egy gyógyszert megkapjam az orvostól, pontosan ugyanígy kapom meg itt, és hogy vedd be. Elmegyek a kongresszusra, de én nem hiszek semmiben. És akkor látom, ami történik. A saját címben lévő pontomban fogom látni, a saját kapnakarásra fogom látni, és akkor megpróbálom alkalmazni a tanácsaikat. És nézem, mi történik. És itt van egy pont, ahol figyelni kell magunkat, mert nincs más lehetőségünk, hogy fölé emelkedjünk mindannak, ami a kapnakarásunk, annak érdekében, hogy valami magasabb szintet elérjünk, nekünk meg kell tartani ezeket a tanácsokat, amiket kaptunk, akik már elérték a legmagasabb szintet a spirituális elérésben, meg kell csinálni, amit mondanak, és akkor meg kell tapasztalni azt, amit mondanak. És akkor valóban elkezdhetjük érezni a saját edényünkben, a saját érzésünkben, a saját emelkedésünkben, hogy amit mondanak, az igaz. Ez a legjobb módja mindennek. Így van. Ez nagyon egyszerű. Mi sokat beszéltünk erről. A felkészülésről, a komplex helyzetekről, a dolgokról, amit meg kell tennünk, a cselekedetekről, amit végre kell hajtani. Tehát egyszerűen csak gyertek el, egy jó akaratot tanúsítsatok a bölcsesség irányába, vegye meg a kapcsolati vágyatok, hogy megtegyétek ezt, és... És akkor, mint egy ilyen felemelkedésben kell lennetek, amely felvisz benneteket, és ne legyen semmilyen előzetes számítgatásotok, hogy ebben hisztek, vagy abban nem hisztek. Tehát a kabala egyáltalán nem viszonyul a hit különböző dolgokhoz. Tehát valójában, amit tenni kell, az viszonylag egyszerű, egyszerűen gyertek el. Na, megjött... Krisztián, így hívják a srácot, aki te írt. Tehát nagyon egyszerű a kabala. Ad neked egy ilyen ízt és egy iránymutatást, és akkor egyszer gyere el és ízled meg. Tehát ez olyan, mint amikor megkóstolsz valamit, egy új dolgot, azt mondod, hogy és akkor látod, hogy ez sós, édes, ez ilyen vagy olyan, de annak érdekében, hogy valami fajta állapotot érezzetek, egy benyomást, megkülönböző képességet kapjatok, meg kell kóstolni. Hogyha nem kell neked elhinni, amit mondanak a leckén, hogyha te mindenkit látni akarod önmagadon, akkor gyere és kóstold meg, vagy ne gyere, és akkor kívül maradsz ezen. Tehát más szóval, azok az emberek, akik eljönnek a kongresszusra, azok nem azok az emberek, akik a hívők. Tehát akik eljönnek egy ilyen kongresszus, azok gyakorlatban akarják megérni azt, amit tanul. Tehát nem egy intellektuális minőségként akarják őrizni valahol egy ilyen agytekervényükbe. Eljönnek és látnak akarják, hogy a módszer működik-e, és ez az a hely, ahol valóban letesztelhetitek egy konkrét módon első alkalommal. Nem kell hinni senkinek semmiben. Tehát próbáljátok ki, hogyha ti komolyan veszitek ezt, ha komolyan le akarják teszteni a kabalát, akkor fel kell készülni. Át kell tanulmányozni az anyagokat, hogy kell felkészülni egy ilyen fajta dologra, az összes anyag ott van a weboldalon. Teszteljétek le, hogy ez mind valós, de tőletek függ csak. A ti kezetekben van a döntés. Tehát még egy dolgot szeretnék mondani. A kabala az a valóban, az nem a hívőknek szól. Akiknek nincs elég hitük, de van elég erejük végighallgatni a módszert, kipróbálni, tanulni. Tehát nem arra szól, amikor valaki meghal, akkor hova fogja jutni. Nem elő szól. A kabala egy tudomány, amelyben vannak iránymutatások, és akkor meg fogjátok látni, érezni fogjátok, hogy működik. Ez az, amire szükségünk van, semmi más nem kell tenni. Tehát meg kell tartani az iránymutatást, meg kell nyomni a varázslatos gombot, és akkor ezáltal felkészültök, felkészülésben lesztek, és akkor meg kell próbálnatok elképzelni, hogy minden egyes felkészülési gram
amit tesztek, még egy erőfeszítés a felkészülésre, ez kiterjeszti az edényeteket, a ti potenciálatokat, hogy valóban elérhetek bármit a kongresszuson. Tehát azt mondom, hogy krisztiánok vagytok, vagy nem vagytok, keresztények vagytok, vagy nem vagytok, hisztek, vagy nem hisztek, lényegtelen. A kabala arra való, hogy leteszteld magad. A kabala bölcsessége, tehát miért másra megkezdek a kérdés, a kabala bölcsessége azoknak az embereknek szól, tehát minden kongresszuson 90%-a nem hisz, akik ott vannak. Nektek érző emberek vagyunk, érezni kell a módszert, az erőt, a legmélyebb pontját, tehát hogy lehet túlkerülni ezen, és akkor magatokat kell, hogy megítéljétek, tehát ez, és gyakorlatban kell átlépni ezen, gyakorlatban kell tovább lépni, és magatokban érezni, és tudnotok kell, hogy senki nem mondhat semmit. Tehát nektek tudni kell, ami írva van. Tehát kell tudni az a legjobb fordító mindjárt elmondja. Tehát ez azt jelenti, hogy csak ti tudtok eldönteni, mi történik. És ilyen módon érezni fogjátok, csak rajtatok múlik minden. Mert a ti lelketek az a saját fejlődési útján megy, és higgyetek, vagy ne higgyetek, de gyertek el a kongresszusra, és meg fogjátok látni. Németországból nagyon sok tanítvány kérdezi. Tehát Tereza Németországból kérdezi, tehát, hogy itt a tanuló központban hogyan érezhetjük a különbségeket. Tehát ti valóban tehát mi történik a kongresszuson? Tehát bármi, ami történik, most elmondja neked, hogy van egy team, aki dolgozik a leckéken, és az igazság az, hogy Rav Lajban mindig érzi a közönséget egy nagyon mély módon, és annak megfelelően, ami történik, abban a pillanatban, amikor mi együtt vagyunk, és amikor együtt megfelelő módon dolgozunk egymással, akkor érezni fogjátok, hogy a szívek hogy a szíveteknek az emocionális részét érintik meg a szavak, és abban a pillanatban azt is fogjátok érezni, hogy hogyan lehet. Ez olyan, mint amikor ti elkezdtek kabalát tanulni, lesz egy pillanat, amikor hirtelen azt érzitek, hogy amit mondanak, ez olyan, mintha valaki megragadott volna bennetek valamit, és a szavakat oda belőtte volna, az érzelmi hangjegyeket pengedtek volna rajta. Ez a kongresszus, de ez egy erősített módon történik, mert egy nagyon intenzív környezetben vagytok, ahol más emberek ugyanezt a dolgot kezdik el érezni, és a lelketek az elkezd formálódni, fejlődni, a leckék és a beszélgetések során, és egy olyan olyan érzelmi tapasztalatot jelent, amit nem lehet anyagi szavakkal leírni egyáltalán. Ez csak szívben lévő ponton, az emberek tudják megtapasztalni, és tudják együtt érezni a kabalistákkal egy nagyon magas szintű elérésben. Tehát a lecke önmagában valaki tanítgat, a másik figyel. Ez nem egy egyetem, egyáltalán ami hívunk benneteket. Ez egy nagyon intenzív és egyedi spirituális megtapasztalás. És ahogy ezt mondta másra előtte, vagy Mose, mert alapvetően meg mindenki erről beszélt, tehát ez egy nyomatot hagy bennetek, egy lenyomatot, ami később, a három nap után, tehát egy mintázatot teremt, egy érzelmi mintát,
amit magatokkal visztek a következő leckékre, amiket majd figyeltek akár virtuálisan is, otthon hozzákapcsoltak a leckéket, és megértitek, egyszerűen ez a minta szűrni fogja a spirituális mintákat, és mindent sokkal jobban meg fogtok érteni. Tehát, gyertek el és tegyétek meg. Na, mit mond Gilad? A kongressz alapvetően egy erősítő. Minden érzést meg kell ragadnotok, amit a kabalában tanultok. Tehát minden szó, amit hallottok, még akkor is, ha nem így értetek együtt, mert lesz, amivel egyetetek, lesz, amivel nem. Tehát ragadjátok meg ezeket az érzéseket, és erősítőként használjátok, ami jön. Tehát a kongresszus az egy idő, amikor regisztráltok, akkor erőfeszítés követel, még az is, hogy megnyomd a gombot, mert millió dolog jön, hogy megéri, nem éri, elmenjek, ne, el kell köszönöm a családomtól, ki kell venni magatokat a munkából. Erőfeszítés követel, fel kell készülni, át kell menni az anyagokon, részt kell venni a felkészüléseken. Minden kísérlet, minden mozdulat egy erőfeszítés követel, de ez így van kitalálva. És minden erőfeszítés, az felerősödik, és később a kongresszuson mindent visszakapsz belőle. Tehát alapvetően tapasztaljátok meg, amit meg kell, mivel ezért kezdtek el kabalát tanulni, és a kongresszus az csak felerősíti azokat a kicsi dolgokat, amik megérintetek, és olyan mértékben, amilyen mértékben befektetetek, annak a mértékében sokszorosát fogjátok visszakapni. Tehát a leckék, az egyik lecke az lesz, hogy nagyon érzelmi emberek vesznek körül, de ez egyébként abszolút nem igaz, tehát szó szerint tehát az emberek sírnak, nevetnek, és ott fogtok ülni, és azt fogjátok érezni ti is, hogy itt mindenki nagyon érzelmes, tehát minden kabala leckén azt kell érezni, tehát minden egyes lecke az egy olyan, mintha megműtenék a szívedet, és abban a pillanatban, amikor az első mondat elhangzik, akkor érezni fogjátok, hogy leváltok mindenről, érzitek majd, hogy felnyitják a szíveteket, és főleg az első kongresszuson, tehát nagyon érzelmes dolgokat fogtok érezni, és minden érzésetek abban az lesz, hogy minden gondolatokban, mindenben, amit megérint benneteket, azt fogjátok érezni, van, amikor sírni akartok, amikor elaludni akartok, de minden másodpercben egy érzelmi változás hullámzik át rajtok, de ez azt is jelenti, hogy új jelenség, a fény jelenik meg az egyedbe. Még egy kicsi pont, amit el akarom mondani, hogy Tejzának a kérdezett. Ez nem úgy tanuló, mint az egyetemen, ezt mondtuk már, Rav Lajban felkészítő a lettkét, mi végigmegyünk ezen, nem erről szól. Ez egy kapcsolat, az edény, azaz a mi kapcsolatunk, a mi felkészülésünk és a vágyaink között. A tanítványok mindenhonnan, nem csak a kongresszuson, hanem az egész világcsoport velünk lesz, egy része persze virtuálisan. A kapcsolat a szövegekkel, amik ki lesznek válaszol a szövegekre. Rav Lajban hozzá fogja igazítani a szövegeket a helyzetünkhöz, és a kapcsolat a fénnyel. Tehát a cikkek és a leckék, az minden egyes kongresszuson majdnem ugyanúgy történik. Az első cikk a Samatiban nincs más rajta kívül. Tehát minden egyes kongresszuson tanuljuk ezt, és minden egyes kongresszuson ez egy teljesen újfajta valóságot terem. Nem valami fajta intellektus jön, és akkor azt mondják, wow, fantasztikus. Nem. Hanem egy forradalom van belül a szívedben. Ez egy forradalom, ahol te elkezded érezni a spétás munkát, egy új valóságot tapasztalsz meg, és ez nem... Én az Úr nem változom, ahogy mondja a Biblia. Tehát ez a fényről szól. A fény nem változik. Bármi, ami változik, az a kollekciónak az útja, az pedig te vagy. Tehát te kapcsolatod a barátokkal, önmagaddal, a belső részeiddel. Tehát aki eljön a kongresszusra, és elkezdi megérteni azt a kérdést, természetesen Rav Lajban
van a bevezetések abban a bölcselédben, fény és edény. Én ott ültem, hallottam, de mit tudok ebből fölfogni? De hogyha én a felkészülök, ahogy azt megbeszéltük már, Ravlagban sokszor el szoktam mondani, hogy hiába rajzolok le valamit, az csak akkor fog benne a szívetekbe, ha felkészültök erre. Tehát nekünk el kell kezdeni érezni, ahogy Masa mondta, ne féljünk az érzésektől, minden jöhet, és minden jönni is fog, és minden, ami jön, az azért jön, mert a kapnakarásunk, nem is tudom, hogy hívjam, elkezd fejlődni, elkezdi magát feltárni, elkezd másokhoz kapcsolódni, és akkor nem idegen, nem is tudom, hogy írjam le, egy csodálatos idegen érzés történik, valami új fejlődés, fejlesztés, a legcsodálatosabb érzés a kongresszuson, elkezdjük érezni a kapcsolatot a többiekkel, elkezdjük érezni sok olyan, mint amit valaha is éreztünk eddig. A szavak, mondja most, azok gyengék. Csúnya szót akartam mondani, de gyengék a szavak, majdnem rossz csúnya szót mondtam, tehát de a kongresszuson tudtok érezni valamit, ezt nem tudok leírni. Tehát még egy idézetet szeretnék elolvasni a Rabas szociális írásaiból, a gyülekezet rendje. Rabas a kongresszusról írt ezt, úgy érezzük. Tehát a közösség a teremtő nagyszerűségnek megfelelően tudja kiépíteni önmagát a gyülekezet. Minden tagja a saját szintjének megfelelően a teremtő fontosságot kell, hogy megkapja a másiktól, és ezzel egy időben az ember teste elkezdi érezni, hogy minden, amit végre akar hajtani, azt a teljességére akar végrehajtani, azaz adakozni akar a teremtő irányába, és ez egy nagy kiválasztottság, egy hatalmas ajándék, hogy emberek elnyerték azt, hogy szolgálják a királyt, és ez minden a boldogság irányába vezet bennünket, amely teremtés terményben bele van foglaltatva. És akkor szeretnék kérdezni valamit a hívőkkel kapcsolatban, vagy a nem hívőkkel kapcsolatban. Tehát én szeretnék kérdezni valamit a 9 barátról. Rabas a cikkben beszélt arról, mennyire függünk egymástól a barátok, és milyen módon kell nekünk kezelni a barátokat. Tehát, hogy beszéljünk egy mondatot arról, hogy hogyan kell nekem a másik 9 ez viszonyulni. Tehát hogyan kell ez viszonyulni? Amit mi akarunk mondani, minden barát, aki beszél, az valóban tehát hogyan beszélnek hozzánk a barátunk úgy, hogy tehát amikor a 10-es körre nézünk, tehát hogyan kell, hogy magunkat érezzünk, és a 9 barátok, akik velem szemben ülnek, valójában mit képviselnek a számomra. Tehát a Zohar könyve ír erről. Tehát amikor a barát beszél, akkor ugyanezeket a szavakat kell hallanom, mint a teremtő mondaná. A kabbalisták leírják ezt a Zohar könyvében. Tehát a legfontosabb dolog, amit most szeretnék elmondani, hogy a legfontosabb dolog a teremtő fontosság, amit a többiektől kaphatunk meg.
Így van, mondja a szav. Tehát 9 másik baráttal ültök. 9 tanítvány, aki szintén a kabala bölcsességét tanulja. Tehát van, akit ismerek, van, akit nem ismerek, van, akit nem is kedvelek. Vannak veteránok, akik régóta tanulnak, évek óta kabalát tanulnak. Néhányan újak, csak kezdők. Hát egy ilyenfajta csoportot kapok. Amit meg kell próbálnunk megtenni mindenképpen, az nagyon egyszerű. Meg kell próbálni figyelni arra a szívbe lévő pontra, ami a barátban van. Minden egyes barátban, aki a körben ül, ahogy mi keresztül vagyunk a workshopon, ugye nagyon sok workshop lesz a kongresszuson, amikor megpróbáljuk a workshopokat, akkor a szívbe lévő pontra kell figyelni, mert ott fejeződik ki a külső testeken keresztül a szívbe lévő pontnak az ereje, és amikor 10 ember megpróbál ugyanabban a dologban lenni körülötted, tehát hogy mindenki ugyanazt az erőfeszítést próbálja megtenni, akkor mindannyian elkezdünk emelkedni, hogy hogy halljuk meg egymást, egy különböző dialógus kezdünk el folytatni. Tehát nem a szavakat kell megítélni, vagy az arcokat, vagy hogy mennyire helyes az, amit mond, hanem valami teljesen más kell elkezdeni megtapasztalni. Mindenkinek a törekvését kell megtapasztalni a spiritualitásra. És amikor egy barát beszél, akkor nekünk érezni kell, mi történik. Aztán egy másik beszél, akkor megint érezni kell azt a vágyat a spiritualitásra. És az egyik kiegészít a másikat, tehát. És akkor, hogy ez Gilad mondta, lassan-lassan kiépítünk valamit együtt a kör középpontjában, és akkor mindenki dobálja be a filléreket, amelyek gyakorlatilag a szívelő ponthoz kapcsolódnak, és akkor valami kollektív erő gyűlik össze, valami kölcsönös elkezd megteremtődni, és ez a kollektív érzés a 10 emberben, a 10 szívelő pontban egy erőfeszítést eredményez, egy kapcsolatot, ami megteremtődik, és ez, amiről Rav Lantman beszél. Ez az, amiről a szövegek beszélnek, ez az, ami a spiritualitás és amiben érezhető, ez az, amit soha nem érezhetnénk, vagy még elképzelni sem tudnánk egyedül. Egyszerűen nem lehet. Tehát nekünk így kell összekapcsolnunk, így kell visszajelzést adnunk. Ez egyfajta erőfeszítés és cirkulatás, ez az, hogy viszonyulunk kell a többiekhez. Kérdés. A Romániából kérdez, ugyanez a Krisztián. Tehát nagyon sok mamaliga lesz a kongresszuson, reméljük. És sok mamaliga az a polenta a Romániában, ez a kukoricakása. A mamaliga körülbelül olyan a románoknak, mint a tészt az olaszoknak. Tehát igen, a mamaliga az valóban román étel. Lesz mamaliga, és gyertek el! Stefan Olaszországból. Hogyha nem meg a kongresszusra, egyedül, és csak téged ismerlek, a tanítókat, és nem ismer senkit, akkor egyedül leszek? Stefano! Nézd! Nagyon sok ember lesz úgy, mint te. Nem is kell többre gondolod, mint amit most elmondtál. Nem ismersz más arcokat és embereket, de ha te elkezdesz kamulni kabalát, akkor csak egy kicsiny mértékben is, mennyi 20 leckét vettél, mondjuk többet, 24 leckét. A második napon azt fogod érezni, annak, hogy ismered a neveket, az embereket, azt fogod érezni, ezek az emberek nagyon ismertek számodra. Miért van ez így? Azért, mert ti egy kölcsönös vágynak vagytok a tagjai, és ez feltárul a számotokra, ezért vezettek el benneteket egy közös helyre. És azt kell tudnotok, hogy ott a helyetek, mert a teremtő ezt akarta. És Rav Lightman, vannak, akik hosszú évek oda tanulnak, Rav Lightman nem is emlékszik a nevekre. De még az arcokra sem nagyon emlékszik.
de a vágyakra emlékszik, és így különbözheti meg az embereket. Mennyire vágyott valaki a spiritásra, és akkor ez egy köteléket jelent. Erre van szükségünk, egy kicsin vágyra, egy kicsin szikrára. És amikor ott lesztek, akkor mint egy mágnes beránt benneteket ez a vágy, és rögtön érezni fogjátok, hogy mindenkit ismertek, ne aggódjatok. Egy kicsin dolgot akarok hozzátenni, Stefano. Te Olaszországban is fogsz találni barátokat. Ennyire egyszerű. Tehát Szardíniától, Szicíliából, Rómából, Milánóból, Pizzából, egy csomó, Salentóból, Baliból, egy csomó helyről. És egy perc, először beszéltek a hülyeségekről, majd egy perc után már a spiritualitásról fogok beszélni, és akkor elkezdtek érezni a spanyolokat, akiket megérzedek, aztán ott lesznek az angolok, és érezni fogjátok mindenkit, aki ott lesz, és egy család vár ott benneteket. Tehát aggódjatok, gyertek, gyertek. Ott lesznek az európai barátok, mindenkit érezni fogjátok. Az angol egyébként elég lenne. És végezetül azt fogjátok érezni, vagy érteni, hogy felfedezitek, hogy fel fogjátok fedezni, hogy sokkal nyugodtabbak vagytok, hogy összekeverik a nyelvek, és ugyanis az utolsó kongresszuson történt, hogy minden teljesen rendben lesz, relaxáljatok és kész. Londonban kérdezi valaki, hogyan maradok én állandóan a kongresszus érzésében a kongresszus után? A kongresszusom. Hogyan maradok általában ugyanabban az érzésben? Ez egy nagyon fontos dolog. Ez a spirituális munkának a része. Néha egy ajándékot kapunk felülről, egy meghívást a kongresszusra, ahol valóban megízlelhetjük azt, amiről Aszaf meg Gilád beszélt, és ez mint egy ilyen hitelt kapnánk valahol, és mindig a saját szabad akaratunk fog tudni megnyilvánulni, dönthetünk, és egy olyan környezet, ami a szeretet és az adakozás, és a normál hétköznapi életünk állandóan körülöttünk lévő környezetek között, ami azt, tehát nekünk mindig van szabad választásunk, hogy éppen melyik pillanatban melyik környezetet akarjuk érezni. Ez nem azt jelenti, hogy ott kell adni a régi környezetet. Tehát, ahogy Mose mondta, ez egy belső döntés, hogy azt a hely, amit megkaptunk, hogy oda építsünk fontosságot, hogy tartsuk meg ezt a fontosságot, mert ha megtartjátok a környezetet, akkor megtartjátok a fontosságot is. Ahogy Rav Lajman mondta, minden nap kongresszus van tulajdonképpen, minden nap a barátokkal kell összeolvadni az egész világ. A kongresszus alatt mondja azt, hogyan tudjuk megtartani az érzését a kapcsolatnak. Ezt kérdezte? Tehát hogyan tudjuk fenntartani? Felfedeztünk valamit a kongresszus alatt. Mert nagyon egyszerű képlet van erre, mondja a szav, letisztálták a kérdést. Ez egy kicsit furcsának hangzik, de próbáljátok ki, és látni fogjátok, hogy működik. De mindig a többiekre kell gondolni. Minden alkalommal, másokra kell gondolni. Te csak a többiekkel kell foglalkozni, hogy állandóan érezzétek, hogy ők jól érzik magukat, felemelkedetten szinten vannak, hogy valóban megkapják a boldogságot és az emelkedettséget. És akkor itt egy paradoxon van, egy pszichológiai dolog, amit le kell győznünk, és amikor a konzultációra jutok, akkor mindenki legalább egy kicsi erőszítést tegyen, ahogy Gilad mondta, és akkor ez erősödik, egyre jobban erősödni fog, és akkor ugyanazt teszitek meg minden helyen, és mindenki egy irányba megy, egy direkcióba megy, egy szándékba, hogy hozzáadjon a másikhoz, az erősnek az értését, a spiritusnak az értését, a felemelkedésnek az értését, a cél nagyszerűségnek az értését, a fontosságnak az értését, és akkor szinte azonnal elnyelhetitek ezt. És ez egy formula. Csak higgyetek abban, hogy a többiekért kell aggódni, semmi más nem kell tenni. Még egy kérdés Toulouse-ból.
Mi történik, amiben készülök a kongresszusra, és bajba kerülök bármilyen okból, és engem ez elszomorít. De megnyomom a gombot, és jön a probléma. Ez a cheers, angolul ugye a cheers, az a, tehát az egészségedre. Az életre egyébként szó szerint a Szent Leheim. Tehát 11 napunk van még a kongresszusig. Tehát tudnotok kell, hogy valaki meghal, akkor egy ilyen nem pittyek többet a szívritmus jelző, és a, nyilvánvalóan érezhető, hogy az élet az a dobbanó szívvel jelenik meg, és nektek állandóan egy állandó állapotban kellenetek, nem szabad elveszteni az érzést, és minden gondolatokban bele kell lenni a lelkesedésben, akik regisztráltak a barátok már, a többi, akik még nem tanultak kabalát is. A következő nap pedig gondolkozom, hogy miért regisztráltam a kongresszust, aztán megint azt érzem, hogy de jó, hogy megyek, aztán megint mondják, hogy mekkora marha vagy, hogy elmész oda. Nyilvánvalóan, hogyha a barátokkal kapcsolatsz össze, akik szintén jönnek, egyszerűbb ez, de amit mondanak, akarok mondja Gilád, hogy ez egy hatalmas kaland és felfedezés. Minden egyes alkalommal, amikor bajok vannak, amikor azt érzed, hogy megszorítanak téged a bajok, akkor van egy lehetőséged egy még nagyobb feltárulásra. Ez egy lehetőség a számotokra, hogy egy kicsi erőfeszítéssel, csak a nehézséggel, amit kaptatok, túl tudjátok ezzel lépni, ezt hívjuk spiritualitásnak. Tehát a képességeket meghaladó erőfeszítést nem kell tennetek, soha nem követel a teremtő ilyet. Tehát nektek állandóan hálásnak kell lenni, hogy megnyerjen a lehetőséget arra, hogy egyre magasabbra emelkedjetek. És minél jobban megtettek ezt, minél jobban felmentek meg, lejöttök, minél jobb magasabb ez a frekvencia, annál jobban és annál gyorsabban haladtok előre. Tehát valóban érezzetek el ezt az állapotot, valóban érezzetek el ezt a belső lelkesedést, hogy túlkerültök mindenen, és a következő szintre tudtok emelkedni, mert ez az, amiről valóban szó van. Ez egy invitáció az emelkedésre, egy emelkedés a magasabb szintre. Tehát miért mondjuk azt, hogy Leheim? A Leheim héberül a kabbalisták köszöntése. Van egy samáti cikk is, ami erről szól, miért mondjuk ezt. A Leheim szó szerint azt, hogy az életre. Tehát az életre, az életért tesszük. A Leheim ezt jelenti, mert itt a spirituális életre való köszöntésre van szó. Tehát amikor előfeszítést tesztek, akkor felemeljétek a fontosságot, és akkor, ahogy Gilád leírta és elmagyarázta, és ez mindig magasabbra való emelkedés lehetőséget teremti meg, és ami megjelenik, az mindig egy lehetőség. Egy új hiány, egy új probléma, egy új gyengeség, amire föl kell emelkedni, és nem is olyan tisztában pontosan, hogy mi történik. Majd pedig egy még erősebb munkát kell végezni a fontosságon, a környezetem. És amikor megkapjuk ezt, akkor ez egy teljes spirituális munkánk ezen alapul. Ez a cikk, amit most már mondott, nincs más rajta kívül, ezt a tanulásunkkal kell megalapozni, ezen kell keresztül menni a kongresszuson, és ez adja az értelmét annak, hogy miért csinálunk kongresszusokat Rav Lightmannal, mit tanít meg Rav Lightmann nekünk. Ezek pontosan erről beszélnek, hogy a teremtő hogyan dolgozik velünk, hogyan fejleszt bennünket ezeken a fajta születési munkánkon túlmenően, és hogy kaphatjuk meg azt az érzést, hogy az erő dolgozik velünk, és valóban magunkra tudjuk vonni ezt az erőt, felemel bennünket, és mindenek felett egy kapcsolat alakul ki ezzel az erővel, tehát ez a fajta előadás, ez egy állapot, és hogyha ezt felismeritek, és akkor tudjátok, hogy mi történik veletek, és akkor itt lesz a ti tanácsaitok az előadásra. A utolsó kérdés Magdalénától, utolsó héten jött ez, mert megnyomta a gombot, majd rögtön mindenki elkezdte támadni őt, a egész környezete. Ez nagyon hasonló kérdés, hogy hirtelen felülről a felső valóságtól kapsz egy támadást, és mindenféle helyzet állapot jön onnan. Miért? Nagyon sok a lehet ennek, de a két legfontosabb okból beszéljünk. Mindenek előtt arról, hogy neked szabad akaratot kell érvényesíteni, meg kell élned, hogy te döntötted ezt. Elmegyek a kongresszuson, el akarok menni, kész. Tehát egy csodálatos érzékelést akarok érezni, ki akarom próbálni, megnyomom a gombot, mert ott akarok lenni.
Tehát a te szabad választásod, neked nyilván olyan a gomnyomásban, nem egy robotként kell megnyomni, mondjam most, hanem valóban akarnod kell, hogy menni akarsz. Ez az, amiről a spiritualitás szól, ezt akarja a teremtő. Kiépítünk egy edényt, kiépítünk egy hiányt önmagunk által, és ez az, ahogy kitöltést várunk, mert enélkül nekünk nincs semmink, és ez az, ahogy Rav Lajban elmagyarázta nekünk a különbséget az Ein Sof világa, ahol egy tökéletes valóság van minden lehetőségével, és abban a világ között, amiben élünk. De mindig az Ein Sofban vagyunk, csak nem érezzük ezt. Tehát nekünk az edények fölé kell emelkedni, az vágyak fölé, amit most vagyunk mi. És a másik dolog pedig, amit a spiritusok meg kell tanulnunk, hogy sose függünk az adott állapottól. De az adott állapot mind meghatározza az érzelmeinket. Tehát ezeken keresztül a vágyaimban, ennyi a érzelmek össze-vissza rángatnak bennünket. Tehát látni fogjátok, hogy haladtok előre, akkor látni fogjátok, hogy az egyik érzésből rögtön átrohantok egy másik állapotba, amelyik esetleg tök ellentmondásosak, és ennek megvan a maga célja és oka, mert a kapcsolaton keresztül, a barátokkal való kapcsolaton keresztül ti határozzátok meg a saját állapotokat, tehát semmitől nem fogtok függeni, semmi mástól, millió helyzet fog megnyilvánulni, és mégis passzív módon is benne lettek, de ezek abban segítenek nektek, hogy valóban hogy a teremtőhöz hasonlóvá válhattok, és ezáltal kiépíthettek, magatokat építettek, egy igazi teremtménye válhattok, aki hasonló válik a teremtőhöz. Erdély mondjuk, hogy lehány, mert a lehány a boldogságot fejez ki, az a te életedet köszöntik, a valódi spiritás életedet, érzelmeidet és gondolataidat, és akkor nyugodtan hátra dőlhetsz, mert a teremtő dolgozik rajtunk és velünk, tehát el kell jutnunk ahhoz a ponthoz, ahol valóban a mi irányunkat mi határozzuk meg, és nem kell minden befolyástól függővé válnunk, hanem szabadok lehetünk majd. Egyetlen kérdés van, amiben talán be is tudjuk fejezni. Giacomo Olaszországból. Abban az országból éltél, ez egy nagyon érzelmi kérdés. Jó estét! Én nagyon nagy erőfeszítést követem, hogy elmenjek Romániába. Tehát Kabbala Rav óriási nyomást ad ránk, hogy tegyük meg ezt, meg tegyük meg azt. Én egy dolgot szeretnék mondani a barátnak, Giacomo. Tehát mindenek előtt valóban szomorúság, ha nem tudsz eljutni a kongresszusra. De kérdezz meg magadtól, ez a legfontosabb, hogy is mondják, hogy van egy lehetőséged van, hogy megmesd az életedet, hogy eljuss az Istenhez. Egy kapu felnyílik előtted, és soha többet nem mehetsz át rajta. Akkor átmennél. Tehát mit tennél? Mit adnál oda, hogy a kongresszuson legyél, ha tudod, hogy nincs többi lehetőség? És mindig fel kell tenni ezt a kérdést, minden baj ellenére, mert bár ez úgy hangzik, mint egy zsarolás, mégis tudnod kell, hogy soha nem tudhatod, hogy lesz-e még egy lehetőséged a spiritás elérésére. Mikor Rav Lightman a spirituális határvonalról beszél, az ott van. Azért mondja, mert a kabbalisták láncolata mögül le ezt a nyomást helyezi rá. Hogyha megteszed ezt, ha tényleg nem tudod, ha tényleg olyan helyzetben, hogyha nem tudsz eljönni, mert elveszed a munkád, nincs eszközöd, hogy oda kerülj, akkor ne aggódj, mert folytathatod az utad, mert akkor ez nem a te lehetőséged. Akkor a gyakorlati kabbalát máshogy fogja az Isten felajánlani neked. Egy csoporthoz fog elvezetni, és ott megtapasztalhatod ugyanazt, amit a kongresszuson. Tehát ne aggódj. Érezd a csodálatos vágyat, hogy folytatni akarod a kabbalát. És legyél biztos abban, hogy de vizsgáld meg, hogy nincs-e bármilyen lehetőséget, hogy mégiscsak elgyere. Nem nagyon tudok ehhez hozzátenni csak egy dolgot. Amikor eljössz a kongresszusra, akkor nem is magadnak okozol hatalmas előnyöket, hanem az életnek a fényét kapod meg. A kongresszuson keresztül, amikor hazamész a te országodba, a tieid közé, akkor az emberiség körülötted lévő részét meg fogod változtatni, mert a forrást magaddal viszed. Ott lesz a szívedben a forrás, amit a többiektől kapsz. És az egész világot ott a saját kezeden belül megváltoztathatod.
Asaf. Giacomo, mondja Asaf. Grazie a tutti for your question. Mondja. Tehát, ő volt az, aki lefordította az Zoli bácsit egyébként magyarra is, a Rócu. Tehát ez egy példa arra, hogy hogyan bánik velünk a teremtő. Tehát tudnotok kell, hogy nagyon fontos megérteni, hogy pontosan mi is történik a háttérben. Emberek, akiknek van vágya, spiritualitása, ők elmennek egy kalandra, egy hatalmas kalandra. És az egész helyzet itt és most Romániában fog megtörténni, egy kongresszuson, és ez egy külső beöltözés. Mindegyikünknek, aki el akar jönni ott a mélységben belül, valóban azt kérdezi, mi is történik. Ami valóban történik, az pedig az, hogy megszülettél ebben a világban, egy hatalmas lángoló vágyjal, ami az egész életedet meg fogja határozni, és egy hívást kaptál, hogy lépj ki ebből a világból, hogy lépj túl azon, amit itt meg tudsz tapasztalni, és az, hogy ez miben van beöltöztetve, milyen helyzetekbe, hogy tanálsz-e tanítót, bölcsességet, eseményeket, kellemetlenségeket, tehát minden külső történésen túlmenően egy erő van, amely fejleszti a világot, egy felső fényt egy szívjó kablában. Ez dolgozik veled, ez hívott el téged, hogy most sem mondta, ez akar téged elvinni. És azt mondja, hogy itt ott adom a választásodat. Érted akarok dolgozni, válasz engem. És pontosan neked van ez átszabva. Egy csodálatos módon van elrendezve a teremtő, a legjobb karmester a világon. Neked pontosan azt adja, amire szükséged van ahhoz, hogy a szabad választást elérd. Tehát mindenki, aki ebben részt vesz, annak valóban úgy kell ezt tekintenie, hogy én választhatok, kaptam egy választást. És hogy minden lehetséges aspektusát megragadtam-e annak, hogy kilépjek ebből a világ mindenségből, megmentsem magam, eljössek a kongresszusra, vagy nem. És hogyha te egy olyan helyzetben vagy, amit most sem mondott, tehát egy helyzet, amikor egyáltalán nem tudsz fizikailag eljönni, de mindent megtettél, megtettél az erőfeszítést, eljutsz a kongresszusra, nézed a képernyőt, ha megtettél mindent, ami az erőttől függ, akkor a többit kompenzálja az Isten. Azért, mert azt akarta, hogy szembesülj azzal, hogy nagyobb vágyat adjon a legközelebbi alkalomra. És hogy... De ez csak akkor lehet, ha tényleg választottál volna, de nem volt mit. Tehát... ne a külső történéseket nézzetek. Ez egy teszt a számunkra, hogy mennyire vagyunk komolyak, mennyire akarjuk a teremtőt, és hogy valóban alkalmasak vagyunk arra, hogy kivezessen bennünket ebből a világból. Ezt a csodálatos dolgot, csak Gilad majd mond az idézet után valamit. Bála Szulámnak van egy idézete a Bölcsek gyümölcse című könyvéből, amely a 40-es levélben van. Kedves tanítványok, ezt fogom felolvasni. És azt gondolom, hogy ez lezárja mindazt, amiről ma beszéltünk. A következőt mondja. Én szeretnének emlékeztetni benneteket a barátok szeretetének erejére, amely pontosan ezekben az időkben a teljes létezésünk ettől függ, és ez a mértéke annak, hogy mennyire lehetünk majd sikeresek. Ezért minden képzetes dologtól el kell fordulnunk, és a szívünket, és az összes gondolatunkat a helyes befektetésre kell fordítanunk, hogy valóban kapcsoljuk össze a szívünket egyé, és akkor a szeres fel a barátod, mint önmagad, az rajtatok keresztül igazzá válik. Gilad, mondj valami záró szót az összes tanítványnak, akik még hezitálnak. Akik gondolkodnak, hogy ennyek, nem ennyek, akik még ezzel a képzetes dolgokkal foglalkoznak. Mi a legjobb tanácsod ebben az 11 napban? Mi a legjobb tanács, amit tudsz adni ezeknek a tanítványoknak, hogy döntést tudjanak hozni? Tehát az egész élet ellenem van látszólag, egy csomó dolog van, amivel foglalkozni szeretnék. Mi a legjobb tanács? Mit szeretnék elérni ezen a kongresszuson? Én azt szeretném mondani, hogy minden nehézség ellenére, amit éreztek, meg kell tanultok, hogy nincs más rajta kívül. Tehát ő az igazi, aki a főnökök mögött áll, a teremtő.
aki a családotok tagjai mögött áll, a barátotok mögött, bármi mögött, ami távol tart benneteket, a félelem mögött, az örömök mögött a Teremtő van. Minden a Teremtő. És ez egy játék, és amit tennetek kell, hogy itt és most, hogy fókuszáljatok egyetlen dologra, fókuszáljatok a barátok szeretetére, a szeretetre, hogy valóban megpróbáljátok ezt érezni. És mindaz, amit mi mondtunk nektek, amivel megpróbáltunk benneteket győzködni, gyertek el a kongresszusra, és az ember gondolja azt, hogy úristen, miről beszélnek ezek a fickók? De minden, amit mondtunk, tegyétek félre. De tegyétek ezeket félre egy pillanatra, és próbáljátok meg azt érezni, hogy miről beszéltek a kabbalisták. Próbáljátok meg érezni, hogy minden nehézség, amivel szembesültök, minden, ami távol tart benneteket a regisztrációt, és bármi mástól a kabbalában, ezeket egyetlen dologgal lehet megoldani, hogyha arról fókuszáltok, hogy kapcsolat van köztünk, és szeretnek benneteket, hogy várnak benneteket. Minden probléma az azonnal megoldódhat, hogyha úgy közelítetek, hogy egy magasabb valósághoz közelítetek, a kapcsolathoz, a szeretethez. Erre fókuszáljatok. Tegyetek félre minden mást, minden gondolatot, minden nehézséget, és fókuszáljatok erre, és meg fogjátok látni, hogy hatalmas szeretet vár. Óriási tartalom, amire a kabbalisták írtak. A kapcsolati pontban egy magasabb valóság ölel át benneteket, csak a barátok, és látni fogjátok, hogy minden azonnal megoldódik. És ezekkel a szavakkal mi lezárjuk ezt a mai leckét. Nagyon köszönöm az összes barátunknak, akik velünk volt, a tanulóknak, Webnek és Filipek, akik velünk voltak a Zoomon, és akik fordítottak nekünk. Nagyon izgalmas volt látni benneteket, és mindannyiukat szeretnénk találkozni a kongresszuson is. És két mágikus dolgot csináljatok, regisztráljatok, és készüljetek, folytassátok a felkészülést, és alig bírunk várni, hogy lássunk benneteket. Szép hetet, és viszontlátásra a következő leckéig. Sziasztok!